Sziasztok! Az a helyzet, hogy eléggé fel vagyok pörögve, ugyanis eléggé produktív és tevékeny reggelem volt, rengeteg mindent csináltam, és nagyon örülök, hogy most egy picit leülhetek nyugiban videózni, és igazából egy picit sajnálom, hogy pont egy ilyen negatívabb hangvételű videónál vagyok ennyire felspanolva, ugyanis ma mutatok nektek néhány olyan terméket, amik sajnos valami miatt nekem nem igazán lettek a kedvenceim, nem sikerült mélyebb és szorosabb barátságot kötnöm velük. Most is elmondom, attól, hogy egy termék nekem nem vált be, vagy nem lett a kedvencem, attól az még másnak tök jól működhet. Lehet, hogy például pont neked az egyik kedvenc sminked. Ez, amit a videóban hallotok, ez az én véleményem. Nem vagyunk egyformák, nem szerethetjük ugyanazt, úgyhogy kérlek, kezeljétek helyén ezt a videót. De még mielőtt belekezdenénk, nagyon örülnék neki, hogyha feliratkoznátok a csatornámra, hogyha eddig valami miatt esetleg még nem tettétek meg, illetve nyomjátok meg a kis csengőikont, mert hogy akkor kaptok értesítést, hogyha új videót töltök fel, bár általában egyébként szombat reggelenként szokott új videó lenni, illetve kövessetek Instagramon és Facebookon is, minden elérhetőségemet megtaláljátok a videó alatti leírásban, és most akkor nézzük azokat a bizonyos antikedvenceket. Az a fura, hogy most szinte csak és kizárólag sminkekről lesz szó, pedig általában az antikedvences videókban mindig sminkből van kevesebb, de most fordult a kocka, úgyhogy kezdem azzal a két dologgal, ami nem smink. Az első az a Nivea Micellar Skin Breed Expert micellás víz, ami használható arcra, szemekre és ajkakra, 0% filmréteg, fekete teával eltávolítja a tartós sminket. Na és akkor itt álljunk meg egy szóra, mert hogy ez nem csak a tartós sminket nem távolítja el, de még egy szimpla, nem vízálló szempillaspirállal is nagyon-nagyon nehezen birkózik meg. Hogyha ezzel akarom lemosni a szempillaspirálomat, akkor rengeteget el kell belőle használnom, ezért van az, hogy félig van a flakon. Nagyon sokszor át kell menni a szememen vele, és ez egy idő után azért már egy picit ilyen diszkomfort érzést. Tehát nem azt mondom, hogy ég a szemem. Nekem egyébként az az esti bőrápolási rutinom, hogy lemosom a sminkemet micellás vízzel, utána ugye beállok a zuhany alá, és akkor ott lemosom az arcomat. Na most mindig, amikor ezt használtam, akkor zuhanyozás után mindig volt a szemem alatt még egy kis fekete folt, mert egyszerűen nem szedte le az összes szempillaspirált, úgyhogy sajnos nekem ez nem eléggé hatékony, nem tudom, hogy másnak ez hogy vált be, mert eléggé nagy volt a hype körülötte. A másik arcápoló termék, amivel igazából ilyen szeret-nem szeret kapcsolatban vagyok, az a Clinique Pepstart hidratáló krém, amit egyrészt szeretek, mert hogyha alkalmanként használom, akkor semmi gond nincsen vele. Ez egy ilyen mattító hatású hidratálókrém, ami gyakorlatilag így elhomályosítja a bőrhibákat, nagyon szépen lehet rá sminkelni, gyönyörűen elterül rajta az alapozó, viszont, hogyha rendszeresen használom, tehát mondjuk több nap egymás után ezt használom, akkor sajnos úgy már sok a bőrömnek, és bizony pattanásokat okozott, meg kipattogtam tőle, úgyhogy rendszeresen használva nekem nem vált be, viszont alkalmankénti használatra tökéletes. Jöjjön két arcpermet, pontosabban az egyik az egy sminkfixáló, mégpedig a Pupa Sport Addicted sminkfixáló. Jelen esetben igazából nem a termékkel van bajom, hanem a szórófejjel. Én ezt próbáltam leszedni, hogy hát ha sikerül megbuherálnom. Az a gondom vele, hogy borzasztó hülyén szórja a permetet, mert egyrészt annyira finom permetet szór, hogy olyan, mintha nem is fújna semmit az arcomra, tehát alig érzem, hogy valami ráhullana a bőrömre, szóval rengeteget kell használnom belőle. Ugyanakkor a nagyon finom permet mellett viszont rám köp ilyen nagyobb cseppeket, ami borzasztó idegesítő, és nem tudom, hogy csak az enyémmel vannak ilyen problémák, hogyha valaki próbálta már ezt, akkor írja már meg, hogy az övének hogy működik a szórófeje, mert ez így ebben a formában nagyon gáz. A másik, az pedig egy frissítő spré, mégpedig a Clinique Fit Workout Face and Body hidratáló spré, ami gyakorlatilag egy ilyen frissítő permet, nagyon tetszik egyébként, hogy ilyen kis táskába dobható méretű, viszont ezzel meg az a bajom, hogy nem tetszik az illata. Igazából ilyen műillat, nem is tudom, ilyen műanyag illat, vagy nem tudom, hogy hogyan írjam nektek körül. És én egy ilyen frissítő sprétől azt várnám, hogy az illata is frissítő legyen, vagy ha nem frissítő illata van, akkor ne legyen semmilyen illata. de az, hogy befújom magam, és így azt várnám, hogy felfrissülök, de közben meg így fújom, és mi ez az illat? Hát ezt majd így elfújkálom a testemre, mert ott legalább nem érzem az illatát, de így emiatt az arcomra nem igazán szeretem használni. És akkor jöhetnek a sminkek, kapásból van itt 4 darab szempillaspirál, ami sajnos nem jött be nekem. Az egyik az az Essence Volume Hero Power Black szempillaspirál, ennek ilyen picit ducibb szilikon keféje van, és az a helyzet, hogy ez gyakorlatilag szinte semmit nem csinált a szempilláimmal, tehát egyszerűen olyan volt, mintha nem is festettem volna ki a szempilláimat. Úgyhogy ez nem. A következő az a Clinique High Impact szempillaspirál, ez egy ilyen pici utazó méretű kiszerelés, és erről rengeteg jót olvastam a Krémmánián, rengetegen imádják ezt a szempillaspirált, így az az igazság, hogy eléggé nagy elvárásaim voltak ezzel kapcsolatban. Ennek hagyományos szőrkeféje van, igazából semmi extra, és igazából amit a szempillákkal csinál, az is semmi extra. Nem rossz, de egy ilyen természetes hatást ad, és megmondom őszintén, hogy én jobban szeretem az olyan spirálokat, amik drámai pillákat varázsolnak. Tehát én nagyon szeretem a szempilláimat hangsúlyozni, én szeretem, hogyha igazán látszódnak, és tényleg kiemeli őket a szempillaspirál, és ez nem ilyen hatást ér el a szempilláimon, úgyhogy emiatt sajnos nekem nem vált be. A másik pedig, amire rájöttem, hogy nem szeretem az utazó méretű szempillaspirálokat, ugyanis borzasztóan idegesít, hogy a kupak ilyen közel van a keféhez, és ez eléggé zavaró, amikor festem ki a szempilláimat. A következő szempillaspirál, amivel már találkozhattatok a vízállós minkes videómban, az a Catrice The Little Black One vízálló szempillaspirál, amivel több problémám is van. Ennek szilikon keféje van, és az a helyzet, hogy relatíve pici a feje, és nekem nem nagyon jön be, mert hogy nekem viszonylag sok és dús és hosszú szempillám van, tehát nekem ezek a pici fejű kefék nem igazán jók, mert sokkal többet kell dolgoznom vele, és így sokkal több ideig tart a spirálozás, úgyhogy már csak emiatt sem lett a kedvencem. A másik az, hogy nem igazán tetszik, amit a szempilláimmal csinál, picit össze is tapasztja őket, meg nem emeli igazán ki a szempilláimat, a harmadik pedig az, hogy elmaszatolódott. Márpedig ez egy vízálló szempillaspirál, szóval ennek nem kellene elmaszatolódnia, úgyhogy sajnos ez abszolút nem. És az utolsó szempillaspirál, ami szintén benne volt már valamelyik videómban, de most így nem jut eszembe, hogy melyikben, ha majd eszembe jut, akkor beteszem fölülre. Szóval ez a Maybelline Lash Sensational Luscious with Oil Blend szempillaspirál, ami szintén egy szilikonkefés szempillaspirál, és ilyen borzasztó komplikált keféje van. Én nagyon nem szeretem az ilyen nagyon komplikált keféjű szempillaspirálokat, általában a többség nem is jön be nekem, ez ilyen felfelé elkeskenyedő, akkor ilyen szünet van így a sorok között, szóval, hogy nekem abszolút nem vált ez be, nem tetszett, amit a szempilláimmal csinál, nagyon sok festéket vitt fel, maszatolódott is, úgyhogy hát ez sem lett a kedvencem. A következő az egy Alverde korrektor, ez a 4-1-ben korrektor, igazából azt írják, hogy highlighter, korrektor és szemhéj alap. Wow, ezt eddig észre se vettem. Na, lehet, hogy akkor majd kipróbálom szemhéj alapnak, de korrektornak sajnos abszolút nem jött be. És az a furcsa benne, hogy amikor így kipróbáltam a készfejem, így mondtam, hogy hú, hát ennek milyen jó fedése van, ez így tök jónak tűnik. Aztán amikor felkeltem a szemem alá, gyakorlatilag olyan, mintha ott se lett volna. Tehát, hogy fedése alig volt, egyáltalán nem működött korrektorként a szemem alatt, de végül is lehet, hogy kipróbálom majd szemfesték alapként, bár most megmondom őszintén, hogy így nincs túl sok bizodalmam benne, meg vannak elég jó szemfesték alapjaim, amiket szeretek, de ez, mint korrektor, nálam sajnos megbukott. A következő dolog, amiről beszélnünk kell, az a Catrice Lip Sugar Scrub and Balm, vagyis ez egy ilyen 2-1-ben ajakradír és balzsam. Na most, amitől már így kapásból rosszul vagyok, az az, amikor egy rúzs így túllóg a kis tartóján, mert ennek általában mindig az a vége, hogy így belerakom a kupakot, szóval én ezt utálom. A másik pedig az, hogy ez nekem nem eléggé hatékony, tehát nekem kevés a radírozó hatása, rengeteget fel kell kenni ahhoz, hogy tényleg érezzem, hogy valami történik az ajkaimon, úgyhogy nekem ez sajnos nem eléggé hatékony, Én most már jó ideje a L'Oréal cukros arc és agyagradírokat használom. Már csak két dolog van hátra, a következőt azt picit félve mutatom meg, de essünk túl rajta. Ez a Maybelline The City Kids Pink Edge arc és szemfesték paletta. Ez is benne volt az egyik videómban. Sokáig dilemmáztam azon, hogy beletegyem-e ebbe az antikedvences videóba, de az a helyzet, hogy nem igazán tetszik a festékeknek a textúrája. Van egy-két kivétel, ami nagyon szuper, például ez a fényes, csillámos szín, illetve ez a mat szín itt, de a többinek nagyon laza, nagyon porolós textúrája van, és foltosak, ahogy felviszem őket a szememre. Ráadásul, ha már egy ilyen komplex kis palettát csináltak, akkor tehettek volna bele egy matt, valamilyen középbarna satírozó szint, mert hogy ez így abszolút hiányzik belőle. Sorry Maybelline, ez a paletta nem lett a kedvencem, nálam még mindig a Burgundy Bar paletta az etalon a Maybelline-től. És a végére már csak egy pirosító maradt, ezzel találkozhatatok abban a videóban, amiben a pirosítóimat szelektáltam. Ez egy Paul Moise pirosító, ha jól emlékszem, a 2-es árnyalatban, és ezzel is igazából picit ilyen szeret-nem-szeret kapcsolatban vagyok, mert hogy gyönyörű a szín ennek a pirosítónak, meg gyönyörű a fénye is, de egyszerűen túlzottan pigmentált. Én rájöttem, hogy sokkal jobban szeretem az olyan pirosítókat, amiket építgetni kell, mert ugye ezzel mindig az volt, hogy belemártottam az ecsetet, tényleg csak egy nagyon picit, leütögettem a felesleget, még így a kézfejemen is áthúztam, és még úgy is szinte mindig bohócpír lett tőle az arcomon, és akkor utána le kellett szedni. Szóval, hogy nekem így nagyon komplikált a használata, pedig tényleg gyönyörű ez a pirosító, de tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy ez nekem túlzottan pigmentált, és tényleg szinte minden egyes alkalommal, amikor ezt használtam, belefutottam abba, hogy túl sok pirosítót tettem fel. Most hát beszéltem mindenről, amiről szerettem volna, úgyhogy ennyi lett volna ez a mai videó, remélem, hogy tetszett nektek, hogyha igen, akkor nyomjatok egy lájkot, és írjátok meg kommentben, hogyha ti esetleg próbáltatok valamit ezek közül, pláne akkor, hogyha mondjuk ti szeretitek azt az adott dolgot, mert tök jó lenne olvasni, hogyha mondjuk valakinek bevált valami, ami nekem nem, de azt is nyugodtan megírhatjátok, hogyha van olyan dolog, amit próbáltatok ezek közül, és nektek sem vált be. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!